Tegnap az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága úgymond tárgy sorozatba vette Székely Sándor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjének azt a javaslatát, amit mi nemes egyszerűséggel csak egy lista, egy frakció elfként szoktunk nevezni. A tárgy sorozatba vétel az csak annyit jelent, hogy majd valamikor az országgyűlés ezt napirendre tűzi, azaz beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy igen, beszéljünk róla. Ez a javaslat ugyanis azt tartalmazza, hogy bárki, aki bármilyen néven jelentkezik a Magyar Országgyűlésbe, az ugyanezen a néven alakíthasson frakciót. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha valaki önállóan indul, önálló pártként indul az országgyűlési választásokon, akkor azon a néven, amilyen párt nevén indult, úgy vehessen részt az országgyűlés munkájába frakcióval. Na már most, hogyha valaki csoportban indul, tehát valamilyen pártszövetségben, akkor ez meg azt jelenti, hogy az a pártszövetség egy szövetségi frakciót alakítson, és nem pedig az, ami jelen pillanatban van, hogy tulajdonképpen az országgyűlés mai pártjai közül egyik sem indul a saját nevén, Fidesz-KDNP, illetve a neve sincs 6 vagy 7 párti ellenzéki összefogás, aki egyébként ez utóbbi, meg a Fidesz is, az országgyűlésbe jutva nemes egyszerűséggel atomjaira akar robbanni, és mindenféle kis frakciókat, párfős frakciókat akar alakítani. Mi úgy látjuk, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom esetében, hogy ez a választói akarat súlyos eltérítése. Ha most képzeljük el azt az esetet, hogy valaki azt mondja, hogy de jó lenne fölvenni a csokot, de hát nincs gyerekem. Hát akkor kölcsönkérem a szomszédtól, hogy hadd írjam föl az én papíromra az ő gyerekeit, és akkor majd tulajdonképpen megkapom a csokot. Ezek a frakciók is erről szólnak, hogy valahonnan össze eszkábálnak 1-2-3-4 embert, amennyi ahhoz szükséges, és akkor utána Hawaii-ban szépen fölveszik a hatalmas pénzeket, és nem utolsó sorban nagyon komoly közjogi jogosítványaikkal bírnak utána. No már most ez a javaslat egyébként, amit mi tettünk, ez ennél több. Nem csak az igazságról van szó, bár az is önmagában indokolná. Arról van szó, hogy aki ezzel a javaslattal nem ért egyet, az tulajdonképpen a veresség forgatókönyvét tartja a fejében. Miről szól ez? Ha a 6 vagy 7 ellenzéki párt megnyeri a választásokat, és utána egy közös frakciója van, az tulajdonképpen a kormányzásnak a záloga. Ez egyféle, ha nem is abszolút, de egyféle súlyos garancia arra nézvést, hogy nem lesz hintapolitika. Mit értek ezzel a hintapolitikának? Ha történetesen ez a 6 vagy 7 párt együtt megnyernék a választásokat, és utána a Fidesz ebből egy vagy két kisebb frakciót kiszalámiz maga mellé, akkor tulajdonképpen ismét a Fidesz alakít kormányt, azaz oda a választói akarat, hiszen nem az volt a választói akarat, hogy a Fidesz nyerjen és a Fidesz alakítson kormányt, hanem az, hogy ez a bizonyos 6 vagy 7 párti csoportosulás. Nem mondja nekem senki azt, hogy ugyan már, hát ezek miért is állnának össze a Fidesz-szel. Jelzem nagy tisztelettel, hogy most az ellenzéki egység idején, mondhatnám úgy is, hogy a delelőjén, most is ezek a frakciók, az ellenzéki frakciók bizony egyike, másika nagyon sűrűn szavaz a Fidesz-szel. Két példát mondok. Itt van például ez az úgynevezett homofób törvény, amit én csak így hívok. Hát ezt a homofób törvényt a Jobbik önként és dalolva megszavazta a Fidesz-szel együtt, egyszer s mind egy fantasztikus érvet adott a Fidesznek a kezébe, aki az egész fölháborodott világon végigment, hogy mi bajotok van. Hát hiszen a legnagyobb magyar ellenzéki párt is ezt megszavazta. És innentől kezdve tulajdonképpen minden kritikát le tud csöpörni az asztalról, ami végül is meglátszik, hiszen olyan csend van e körül a törvény körül ma már, mint hogy egy süket szobában ülnénk. Másik, ez a legfrissebb egyébként. Létezik a Fidesznek az az előterjesztése, hogy ezentúl a fiktív
lakcímeket nem fogják büntetni a választások során. Vagyis, hogyha valakinek nincs magyarországi lakcíme, de hasára üt valakivel csencsel egy kicsikét, akár egy lakásból bejelentenek 500 ezer külhoni magyar állampolgárt, akkor tulajdonképpen ők immáron nem csak a listára, hanem az egyéni körzetre is tudnak szavazni. No, az ellenzéki pártok föl vannak háborodva, most éppen az Alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy hát micsoda disznóság ez, visszaélés mindenféle joggal és egyebekkel, de kérem tisztelettel, az LMP, ennek a hatos fogatnak a része, az LMP ezt megszavazta. Tehát igenis létezik az a jelenség, hogy ennek az ellenzéki összefogásnak egyik vagy másik pártja kardinális kérdésekben már most a Fidesszel szavaz. Nos, az ISZOM javaslata, ez a bizonyos egy lista, egy frakció elv, ez pontosan ennek hat ellenében, azaz, hogy sokkal kisebb legyen annak az esélye, hogy bárki a Fidesszel szavazzon majd az esetleges kormányváltást követően. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki bármilyen csúnyát mond ránk ennek kapcsán, az gondolkodjon el egy picikét. Tulajdonképpen leginkább azt hiszem, hogy dicséret érdemelne minket ezért.